Szerinted miért nem volt itt felelősségre vonás a rendszerváltás után? Én feltettem ezt a kérdést a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökének, és ő nekem azt mondta, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha az én apám vagy a rokonságomba valakiről kiderülne, hogy volt a tartótiszt vagy a megfigyeltető. És én mondtam neki, hát igaz, szerencsés vagyok, hogy én az én felmenőimben ilyennel nem találkoztam, sőt, mivel az édesapám kulák volt, ezért inkább üldözött volt. De hát azt gondolom, hogy a gyerek sosem felelős a felmenői tetteiért, és azt gondolom, hogy így kellene, hogy ezzel a szemlélettel kellene, hogy együtt éljünk. De ha egy ilyen felelős beosztásban lévő ember, és pontosan ez a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak a vezetője, akkor azt gondolom, hogy ez egy elfogadott nézet a mai magyar társadalomban, és nincs elég alulról jövő kezdeményezés ahhoz, hogy ez másképp történjen.